Szevasztok, üdvözlök mindenkit a csatornán, Norbi vagyok, és ugyebár, amint látjátok, egy Diablo videóval készültem nektek. Eltelt röpke 10 év az előző részt követően, és a Battle.net megnyitotta újra kapuit, és a Blizzard Entertainment meghozta nekünk a Diablónak a negyedik részét. Ugye már lehetőségük volt egyeseknek, akik már elővételbe megvették a játékot előrendelésbe. Ugye március 17-től egy tesztet csinálniuk teljesen 3 napon keresztül. Abba a tesztbe 3 frakció közül választhattak, de ugye itt vagyunk most március 24-e és 26-a között pedig mindenki számára elérhető a nyitott beta verzió. Innentől kezdve már mind az 5 frakciót kipróbálhatjuk. Láthatjátok itt bal oldalt van a barbárok, ugye a nekromaták, aztán a varázslók, ugye a rúzs, aki a tolvaj, és a druida. Hát én, mivel minden vágyam az volt, hogy egy nekromatát kipróbáljak, és végre most van lehetőségem rá, őt fogom választani. Na hát ugye fiú, avagy lány karaktert szeretnénk. Most leszek éppenséggel pasi karakter. Úgy látom, hogy igen. Mindjárt személyre szabjuk a mi kis nekromatánkat. Nem sok arctípus van. Ez jó lesz ez a... Oké. Ja, igen. Oké. Na nézzük. Hát most el fog tartani egy kisebb ideig, megpróbálom gyorsan összerakni a mi kis karakterünket. Jó kis fakót kéne csinálni, nem? Hogy ilyen kis hullát. Oké. Szeme színe. Sárga, mint a macska. Dark brown. Az mindegy, hogy barna. Kék van. Kristály zöld. Black. Miért nincsen például sárga? Vámpír vörös. Oh yeah. Az tökéletes lesz. Hajstílus. Oké. Okay. Már mindjárt nézem, hogy milyen csodálatos hajunk legyen. Elég buz. Na mindegy. Egyelőre az nem volt rossz. Megmondom nektek őszintén, nekem tetszett. Hát ez a... Ez lesz kész. Oké. Okay. Szakámakál. Ami Zora kinézetű embert akarok csinálni. Uh-huh. Ez jó lesz, oké. Okay. És akkor tudunk neki hajszint állítani. Na nézzük. Red fire. Tűzpiros. Csodálatos szerintem. Oké. Okay. Egy kis minket tudunk rá dobni. Van is neki. Hát legyen mindenféleképp ez a csodálatos piros. Komolyan mondom, úgy fog kinézni, mint egy rossz. Na mindegy, nem mondom. A ékszer az muszáj a fülében, mert anélkül nem vadorzó. Na jó, oké. És ugye tudunk rá, úgy látom, tetkókat is varázsolni, igen. Hát ez biztos nem illik neki. Jó kis Maurit. Megnézzük, mik vannak. Hú, ez nagyon démonos. Ez tökéletes lesz. Igazi. Így. Ahogy. Csodálatos. Vérszínűre festem. Oké, és finally is. A hardcore módot elkeres... És legyen neki a neve, ugye? Milyen meglepő lesz, hogy Playzone Hun nevezetű lesz. Remélem tudjuk használni. Oké.
Mi ez? Legyen-e gyakorlás? Újaknak nem. Ez jó lesz nekünk, és adventure az tökéletes. És már kezdhetjük is. Ennyi volt a karakter kreálás. Aki nem ismerné a Diablo sorozatot, annak elmondanám, hogy ugye ez egy akció szerepjáték, és a hack and slash stílusba tartozik, ahol is ugye kaszapolni kell, mint a vadállat. Between the high heavens and the burning hells. Instead, it became a new battleground in the Citadel conflict. A kis történetünk. A secretive group called the Haradrim has kept mortals safe. But now this once powerful order is a husk of what it was. And Sanctuary's ancient creators have returned to claim the hearts of humankind. This is the story of their downfall. Na hát lovagolunk, úgy látom a sötétségbe, és nagyon havazik. Úgy látom, egy kis menedék után kutatunk. Nem. A szobor. Megijedtünk, a ló elszaladt. Aha, azt lehet, hogy valaki széttépte. Ó, szegény pacim. Belették. Ó, csak egy farkas volt. Igen. Nekromata vagyok, tehát ennél jobban meghalni szerintem nem tudok. De azért fázik a karakter. Úgy látom, eljön értünk is. Ez nem farkas. Aha, és ezt is álmodtuk. No hát, és meg is kezdődik a mi kis kalandunk, úgy látom. Már a bal alul láthatjátok ugye azt a buborékot, az a vérrel teli kis buborék, ugye az az életünk, úgy látom az L1-gyel tölthetünk, a körrel tudunk dash-olni, és az X-sel támad a mi kis karakterünk, illetve van úgy látom a háromszög, aha, amivel tudunk varázsolgatni, jó? Akkor egyelőre ez a két dolog van, amit tudok használni. Okay. Szépen körbenézzünk. Ez a tipikus
gyűjtögetős. Ó, várjátok, hogy ők át tudom őket változtatni. Ó, yeah. Hát ugye nekromata vagyok, hát ilyen hülyeséget, hogy én azt hittem megölöm. Nem, át tudom őket változtatni. Nagyon jó. Olyan hadsereget csinálok magam mellé, öröm lesz nézni. Mindent is. Szép baszott. Oké, úgy látom nagy vihar van, igen. Mondja is a kis karakterünk, hogy a további jutásunkat. És őt is újra tomkáltam. Ó, nice! Jó, hát akkor gyertek hárman. Oké, akiket ledarálok, ugye azokat újra tudom éleszteni. Minden kis négyzetcentimétert át fogok nézni. Akinek esetleg ez nem tetszik, azt tudom sajnálni. De hát ez a játék erről szól, mert az eldugott dolgok itt lesznek. És milyen szépen darálnak, Istenemre, ez nagyon jó. Aha, négyet tudok magammal hozni egyelőre. Jó. Hát ők megoldják a... Úgy látom, ők megoldják helyettem a dolgot. Ez az. Hát, igazi kis köcsög leszek, már látom előre. Ah, tetszik, tetszik a nekromata style. Ugye volt szerencsém kipróbálni a korai megjelenésben a varázsló osztályt, hát az se rossz, ugye távolról tudunk vadászgatni. Így, ott hagyom neki, darálják őt. Hát minek vannak, hogyha nem dolgoznak helyettem? Jó, hát ezt ők fogják megoldani a nehézét. Na, szaladnak is. Látjátok, milyen kis jó fej. Gyilkolnak, én meg gyűjtögetek. Na majd kíváncsi leszek, milyen képességei lesznek még az én kis nekromata harcosomnak. Jó. Szépen mindent átnézünk, és gondolom itt az kezdetben leginkább nekünk az a feladatunk, hogy kijussunk ebből a viharból. Mindjárt megmutatom nektek a térképet is, hogyha így mindent is megdarálok. Most valakit már jelzett a indikátor, meg is van. Akkor ezt érdemes lesz a újjaélesztést fejlesztenem, már látom előre, hogy jó sok katonánk legyen, hogy csinálja helyettünk a dolgokat. Igen, igen, úgy látom négyet lehet. Négyet lehet egyelőre magunknál tartani, de ők szépen tele vannak élettel. Na jó, irány tovább. Ugye a feladatot ott láthatjátok a térkép alatt. Dusk on the Mountain. Találjak fedezéket közel a városhoz. Így. Már itt is vagyunk szerintem, megérkezünk. Neversk. Aha. Oké, démonok mindenfele. Jó. Ja, várj, itt van valami. Üdvözletem! Meghoztam az embereimet. Beszéljek Oswennel. Megtörtént. Mi történt itt? Megkérdezze, ki a franc vagy te? Igen, ez nehéz idők ezek. Oké, azt mondja, hogy démonok vannak mindenfelé, és akkor azra kéne megölni. Kom. Ó, hogy mutatja nekünk az utat, oké. Kövessük Vanit. Gyere, Vanit, drágám. Oké. Okay. És ki az, hogy... Van egy kis orosz akcentusa szerintem Vaninak. Megjöttünk. Biztonságban vagyunk? Ugye tudjuk skippelni az egész beszélgetést, vagy tovább tudjuk léptetni.
Ennyi, megvolt az első szintlépés. Na, és akkor meg is tekinthetjük, úgy látom gyorsan. Quest complete. Ez volt ugye. No, fejlődött a kis karakterünk, már is itt megnézzük. Option gomb lenyomásával láthatjuk, hogy milyen a mi kis profilunknak, ugye itt van az Attack Power, Armor, Life, illetve ott van alatta a Strength, Intelligence, Willpower és Dexterity. Aztán itt vannak ugye a rajtunk lévő páncélzat és fegyver, pajzsal és stb. És itt van az Ability, ugye ami a képesség fánk, ez alapján fejlődik a mi kis karakterünk. Na már most úgy látom, az első pontot négy fajtaképp tudjuk elosztani. Van a Reap nevezetű. Ami úgy látom leginkább a támadásainkra ad erősséget. Decompose. Hát itt vagyunk először is az első képességünket még megszerezni. És itt jól kéne döntsek. Addig meg is kéne nézni a képességfát, így kicsit kizúmolom. Hát úgy látom így fog jönni, és a 33. szintig variálhatunk, aztán majd átlépott a Paragon level 50 fölöttibe. Na jó, hát figyeljetek ide, megnézem mindet. Bone Splinters. Ez azt mondja, hogy lő három darab csont valamit, ugye? Ami hatot sebez. Generate essence. Burns enemy blood. Nem mondom nektek őszintén, most így nagyon nem tudom, lehet, hogy inkább az etekre fogok rámenni. Vagy erre. Ez valami ilyen csonttöréses történet lesz. Megnézzük. Megnézzük, mi ez a Decompose. Ez egy Shadow, ugye egy árnyék damage-el támad, ahogy látom. Mindjárt megfejtjük, hogy ez micsoda. Aha! Tehát ez a Decompose, ez a lebomlás. Ez jó hangzik, én ezt megnyomom. És Essence Skill. Aha! Jó, az lett a ütés helyett ez a lebomlás. Elég szomorú a zene. Na és nézzük meg a térképet akkor. Itt kezdtük, ugyebár beütöttünk ebbe a kis város szerűségbe, és hát amit látjátok, óriási nagy a térkép azon belül. Hát ez hatalmas, hatalmas nagy. És ugye itt még a föld alatti helyek is. Akkor vannak kollekciók a játékban, social, lehet csatlakozni klánhoz, és ugye itt tudjuk a dolgokat csinálni. Na már most én a nem haragszatok, gyorsan levenném ezt a szomorú zenét, mert konkrétan elsírom magam, így egy 40-esre. Na, és így már nem annyira zavaró, én szerintem. No, menjünk akkor egyből a feladatunkra. Aha. Oké, mi ez? Enter Icehall Ruins. Oké, jussunk elő oda, ahova kell. Icehall Ruin. Na, támadjátok meg a farkasokat. És nem tudok esetleg, nem tudok még mindig többet föléleszteni. Ezt majd nekem mindenféleképp kell tűnjöjjön. Annyira ismerhettek már, hogy én mindent át szoktam nézni. És ennél a játéknál leginkább szükség van rá, mert hogy látjátok, ezeket a megtalált dolgok után... Ó! Ez jó! Messziről már támad.
Tehát amit akartam mondani nektek, hogy ezekben elvesztett páncélok, arany és mi egymás van. Tehát ebből fejlődik a mi kis karakterünk. De mi? Hogy jön ki belőle a... az átok. Oké, azt mondja, hogy ez... a lelkét szívom el! Nagyon szuper! Szerintem jót választottam. Lélekszívás. Jó, messziről tudunk már támadni. Természetesen jönnek a hullák is. Nyami lesz, én már látom előre. Oda kell bejussunk. Ezt mindjárt gyorsan preferálom is nektek. Ennyi. Hát nem lesz ez nehéz, szerintem sokkal jobb osztály, mint a varázsló. Már most jobban tartjuk. Frankot megmondom nektek. Ezt a fát is átnézem. Ugye érdemes minden eldobott dolgot fölvenni, páncélt, mi egymás, még akkor is, hogyha nem a ti osztályotokba tartozik, mert ugye ezeket el lehet adni, és ebből tudunk generálni magunknak pénzt, amiből azért fejlődhet a karakter. Ott miért nem megy? Fölfigyeljetek már, itt egy textúr. Ott volt egy kis hiba a játékban. Na hát ilyet is egyből itt látni, ez elég érdekes. A játék maga június 6-án fog megjelenni, tehát ugye ez most a beta teszt, itt derülnek ki azok a úgymond hiányosságok, amit ez a nagy teszt mindenki számára, ami elérhető ugye Xboxon is, PC-n és PlayStationon is, ha van kedvetek hozzá, mindenféleképpen ugye töltsétek le. Ugye a blizzard.com-on már megtaláljátok a linkeket, vagy keressétek az aktuális konzolnak a áruházába. Ott tudom jól, hogy PlayStationon ez úgy működik, hogy rá kell menni a Diablo 4-re, azon belül a 3 pötty a játék neve mellett, és úgy fogjátok tudni kiválasztani a beta verziót. Na, itt már vannak ellenfelek. Ugye meg is nézem a térképet, itt vagyunk a föld alatt. Vannak dungeonök is ugye, ahogy azt megszokhattuk. Már harmadik szintre is léptem. Akkor gyorsan meg is nézem, hogy mit kaptam. Ezek az én eszközeim? Igen. Hát akkor vegyünk fel egy páncélt a kezünkre. És... Úgy látom több vonalon didulhatok el. Lehet, hogy itt még fejleszteném ezt egy kicsit tovább. Creep. Majd ha ez a vércsik itt, amit láttok, ez megtelik, akkor tudunk a második cuccunkra menni. Tehát akkor jön elő a második képessége a karakterünknek. Most azt nem tudom, hogy itt az elején érdemes-e több dolgot egyszerre fejleszteni. Figyeljetek, én még az alapot húznám tovább, és akkor majd meglátjuk, hogy hogy alakul. Ezt a lélek elszívást, ezt így fejleszteném. A srácok addig darálnak, még én itt körbenézek. Úgy, ők elintézik a javát a melónak, én úgy látom. Daráljatok! Semmi baj! Ez az, daráljatok szépen, daráljatok! Dobjuk el a lelkeket. Jó, hát ez szépen. És egyelőre még ugye itt elég dark a játék. Az elején is láthattátok, hogy még kétkezes kard. Tehát az elején is láthattátok, hogy hóvihar volt.
Még nem teljesen mutatta meg a játék önmagát. Egyelőre még így látom, hogy szép részletesen ki lett dolgozva. A mozgás az jó. Jó pofák ezek a tontik is. Staminát azt nem is nagyon látom itt, hogy fogyna. Ami megint egy jó dolog. Hát meg itt hulla vagyok. Tízik el a lelkeket. Csak úgy látom, ezek a kapitányok, ezek azért baszók. Minél közelebb vagyok, annál jobban tudom elszívni a lelkiket. Hát itt életet nem nagyon fogok, úgy látom, veszteni még. Nem is szeretnék, nem azért mondom, de... Hívjad a lelkitek is. Ez meg is volt. Négyes szint, elég gyorsan fejlődik. Még most az én kis karakterem. Hát gondolom ez egyre később az lassulni fog. Na nézzük, mit válasszunk neki. Azt mondja, hogy van kard. Kétkezes kard. Nem tudom, hogy érdemes-e neki, aki egy varázsló kardot eszközölni. Viszont kaptunk egy új páncélzatot. Na! Amit láthatjátok, már kinyílt a következő. És ezt már is meg is nézem, mik vannak itt. Tehát van vér csákja, vagy valami hasonló. Ez 3 másodpercenként 13 sebesülést okoz. Aha. Hasza. Na most ugye, ha megnézzük, én ugye ezen a kék színű vonalon voltam. Én úgy gondolom, hogy ezek így vannak egymással összhangba, hogy ami ugye itt fehér keretes, az a fehér keretessel, ami a piros, az a piros keretessel, és ugye ez a kettő pedig, én úgy gondolom, hogy ezekkel lehet összhangban. Tehát mivel, hogy én itt a csonttöréses verzió, mi lenne, ha őrá hagyatkoznék? Na, nincs csak charge forward attack szinti. Aha, tehát ugye, ha ütök, akkor ez pedig, én ezt fogom választani, megmondom nektek, Blight nevezeti dolog. Ez mindjárt megmondom nektek pontosabban, micsoda ez a Blight, de ennyire azért én se tudok angolul, sajnos. Tehát ez penész. Penész tudunk tolni rájuk, ide vele. Oda néz. És ez lett a négyzettel a támadásunk, tehát penész. Nagyon jó hangzik egyelőre. Na nézzük meg jöttem. Ó, nice! Ez egy ilyen lassításos történet. A penész tegye meg a teszteteket. Undormány. Jól néz ki. Egy ilyen rohadás jön elő a talajból, amit láthatjátok. És az nyeli el őket. Nem lesz ez rossz. Jó, penész. Jó, darálós. Mondhatunk egy kis cipőt, illetve aranyat. Ezt már is pótolom ennek a felvételét. Jó, gyorsan ezt a lenti részt átnézem, és akkor szeretnék bejutni a többi dologhoz. És megmutatni nektek az egyéb irányítási lehetőséget. Megnézzük a térképet. No, hát körbe jutottam, megnéztem mindent, oké. Akkor haladjunk tovább. Az életemből nem sok fogyott, ez elég pozitívum egyelőre. Ennél a kasznál, hát gondolom ő azért nagyon nem is fog, mert én nekromata. Oké. Lejutottunk egy helyre, itt már ilyen démoni jeleket látok. És... Ide szalom őket.
Oké, okay, szaladgálósok, nagyon kemények, jó. Nézzünk el erre. Mit dobott el? Jó, semmi extra. Nagyon marog itt a háttérbe az ellen. Fúlenek. Fúlenek, ezek gondolom ilyen kicsit. Oké, okay, jó. Hát a csapatom elég jól csinálja a dolgát, az biztos. Oda lefele lenézik. Futi nem tud az én kis karakterem? Az nem tud. Ez a legnagyobb sebesség. Ugye így tudunk kitérni a támadások elő. A körre... Még erre így lenéznék, mert itt mintha láttam volna valamit. Ennyi? Jó, ennyi. Szuper. Akkor mehetünk is tovább. Tetszik így a... Pokol bujrainak a zenéje. És blokkol is egyből a karakteret. Ami szenzációs. Természetesen közelről. Meg nem kellett nagyon gyógyítanom. Nem is szeretném. Megnézzük gyorsan, kaptunk-e valami újdonságot. Aha, egy jobb csizmát, azt fölvesszük. Én nem tudom megmondani, egy új mellény. Tehát a kardot én úgy nem raknám be a karakteremnek, megmondom őszintén. Nem tudom miért, valahogy nem illik hozzá. Ez a kis... Ez szép volt, nagyon jó ez a penész. Ez olyan szinten megfogja a mi kis ellenfelünket, hogy... Darragép van, jó van. Oké. Oké, itt két felé lehet menni, akkor először menjünk mondjuk... itt bal oldal irányába. Jók a hangok, itt tetszik ugye a térkép kidolgozása, vagyis hát a játék tér kidolgozása szépen néz ki. Még olyan túlzott extra dolgot nem láttam. Így ezek a varázslatok is elég ütős. Így előre. Ott egy sámán. És ott volt egy sámán. Aki varázsolgatott, hát nagyon toljuk lefele őket. Nagyon toljuk. Próbálok gyorsan haladni, hogy minél többet láthassatok a játékból. Ugye, de mint mondtam, mindenkinek van lehetősége most teljesen ingyen a beta verzióval játszani, és kipróbálni minden egyes kasztot, minden egyes fejlesztést. Na, itt van valami. Oké. Okay. Valaki megérkezik. Oké, okay. Úgy látom, hogy érdemes. I need more time. Ah. Ah, figyelj. Az igen. I need more time. Úgy látom, itt azért kell gyógyítani. Idáig. Mindent is fölveszünk. Hát figyeljetek, gyorsan ledaráltam ezt a nagy szörnyet. Nem rossz. Aha, ott majd interaktolni kell azt. Kicsit körbenézek. Jó, menjünk. Traktoljunk. Úgy látom, itt vászunk fel a felszínre. Igen. Aha, ezen a helyen már voltam. Jó, megjártuk a pokol bugyrait, úgymond. És vissza is érkeztünk. Azt mondja, hogy ide kell bejönni. Visszatértem, igen, anyám.
The old ruins are clear. Na, azt mondja, hogy az öreg ruinák tiszták. Megmenekült a város a démontól. Igen, engem a Isten küldött. Na, itt most egy beszélgetős rész lesz. Ezt, ha nem harasztatok, most elnyomnám. Amint látom, megtámadtak, de se baj. És nagyon jó, amint láthatjátok, az én kis csontvázaim azok gyönyörűen élednek fel. Így, vagy én is. Na. Oké. És, hát nézzem. Még mindig csak 4 fér bele a hadseregembe. De se baj. Ráadom a rohadást is. Ennyi van, ikám, hát nem kellett volna beszólni. Úgy látom, a démon megszállta őket. Na, mi van? József, mondja, kisfiam. Those heretics drugged me after I returned from the ruins. Just like you. I came to my wits and escaped. Tried to get inside the chapel, but it was locked. Mi történt velem? Hoppácska. Valami baj lett a karakteremnek, úgy látom, egy kicsit berókázott. What manner of evil is this? Petals of blood? They must have fed them to me. A blasphemous ritual. How did they learn this? Perhaps the answer lies in the chapel. They kept it locked up for a reason. The key might be on that woman who was leading them. Na tessék akkor. Megkaptuk a kulcsot az egyik hullától. Már is nézem, hogy mi az, ami van. Aha! Na itt az új kaszám, ezt viszont fölveszem. Ez micsoda? Ez egy brutális kétkezes kard. Ami kék színű. Ugye a kék színűek jelzésben itt azok a páncél, ami azért baszóbb a kelleténél. Ez pedig, jól látom, pajzs helyett lehet, hogy inkább ezt fogom alkalmazni. Megmondom nektek őszintén. Így. Ez nekem jobban tetszik. Jó. Hát ezek egyik se jobb, ami rajtunk van. Szuper képességeink meg még nem fejlődtek. Nice. Na, menjünk tovább. Jó, még mindig fos idő van, amit látjuk, szakad a hó. Only fire can cleanse the darkness in this place. Na igen. Have a look inside, but hurry. I will prepare the torch. Oké. Akkor József, csináld a dolgot. Looking for the town priest. He stopped sending tithes and I came to find out why. As I neared the village, I sensed darkness around the ruins. I went to investigate, found the priest's body. Demons. Foolishly, I took shelter in the vest. Okay. Looking for the town priest. Okay, ide be kell menni. Blood petals. Okay. Like the ones I was fed. Is this real? Okay. Nézzük, mit találok itt. Hoppácska, egy kis videó. Dél van. Jelzik az embereknek, hogy jöjjenek. Ugye az nem én vagyok, de... Megnézhetjük, hogy mi történt itt. Jól seltem a szirmok. Egy... látomást mutatnak, az pedig ez. Shameful. Our father
has granted you a path to salvation. And yet, you stray from it at every opportunity. You drink and gamble. Oh. You covet and steal. Az ital, a játék, a lopás. És mi egymás, ugye ezek mind gonosz bűnök. És ott van ez a... Sin. Is their birthright? Valaki megérkezett. My children. Gyermekeim, a pokol urai jönnek, hogy felfalják mieinket. Üdvösség a fényben rejlik. Nem a fényben rejlik, hanem benned. Ezt mondta. A hit megtanított arra, hogy tagad meg a szíved vágyát, és fogoljál változtat önmagadat. Szakítsd meg a láncokat, és fedezd fel, kinek kellett volna lenni. Break the chains. Törd szét a láncokat. And be beautiful in sin. És légy szép a bűnben, lehet így mondani. Resist! Állj ellen a kísértésnek! Hoppá, hát nem állt ellen! Azt mondta a pap, hogy álljatok ellen a kísértésnek. It's me. Van, én vagyok az. Én hoztam a gyerekedet a világra. Hát őt nem érdekli. Hoppácska, papja. Felébredtek, anya. Go to the dry steps and continue your preparations. Now our true work begins. Most kezdődik az igazi munkánk. Na, hát akkor ezt láthattuk. You came to thank the light. Okay. Na, igen, József, mondjad. You collapsed inside. I thought the darkness had swallowed you. I dragged you here and put this cursed place to the torch. What happened to you in there? Na. Ötös szint. Class future unlocked. Azt mondta. Book of the Dead. Ó, a halál könyve, gyerekek, elérhető. Ez mi a fasz? Aha! De figyeljetek oda! Aha! Én tudok változtatni, hogy legyenek-e ilyen... Ott van a 8-as színnél, 12-es színnél. Hát megnézném ezt a verziót. Mi ez? Critical Strike Deals 50% bónusz. Ezt megnézzük, de megöltem most a körülöttem lévőket, de se baj. És akkor ezt a kettőt tudom én kombinálni? Ugyanúgy, mint mondjuk itt ezzel? Mindegy, ezt addig tovább húznám. Mert ez biztos, hogy fejlődik, és akkor majd ez fog. Aha. Jó, ezeket majd megnézzük. Oké, okay, na menjünk küldire. Eltűnt a kezemből, úgy látom, minden. Most már nem tűnt el minden. Nem erre kell menni. Oké. Okay.
Oké, úgy látom a faluba, hogy elrakjuk az összes dolgot a kezünkbe. Oké, itt van Lilithnek a szobra, ami egyéb képességekkel lát el minket. Boostokkal. Aha. Rune Power Collector. Uh-huh. Ez micsoda? Ja, hogy ez egy challenge, ilyeneket kell találni. Ilyen Lilith szobrokat, és akkor itt a reward érte. Oké. Okay. Tehát extra dolgokat is lehet, úgy látom, itt találgatni. Szépen rivárdolni lehet a... Na most akkor nem lesznek hullakatonáim? Ez igazi, ugye? Aha, oda le tudunk menni. Cellar. Ez egy börtön. Azt nem csak hát újra kell őket teremteni, ha jól látom. Jönnek ők velük. Jó, azért messziről most már azért szépen csinálja a dolgát az emberkém. Okay. Cuccos. Jó, itt vannak négyen, azt hittem, hogy ők örökre eltűnnek a sűjesztőbe, de nem. Na megnézzük ezt a Cellart. Érdemes az ilyenekre benézni. Ugye ez egy börtön, ott már szaladnak valahova. Apja. Jó, ha lehetünk a börtönbe egyből darálni. Van itt még valaki? Ennyi? Ennyi volt a börtön? Nem volt éveztem. Jó, ez extra dolgot nem kapunk, hogy őket itt eltüntetjük. Jó, ezt átnéztem, akkor így ez üres. Ez üres, jó. Hát a semmi nem volt, volt egy pár ellenfél és kész. Oha, akkor biztos van valami. Ja. Ez itt mi szembe, megnézzük. Látod, itt történt valami. Néha-néha azért főpörög a karakterem, amit látjátok, hogy szalad. Jó, hát figyeljetek, megnéztük ezt is. Itt egy támadás jött ránk, és valami bónusz kapott a kis karakterünk. Nézzük már meg a térképet. Szép nagy, még mindig. És látjátok, még mindig semmit nem fedeztünk föl. Illetve meg kell néznem az új termékeket, amiket egy nyaklánc, köszönjük. Bot nem kell, nem kell. Egy sisak az jó jön, úgy gyönyörű vagyok. Oké. Okay. És egy szép. Okay. Na, kaptunk egy fejfedőt most már. Csontvázok nem az, hogy beállnának hozzá, mert még meg kell mennem. Testvéreim, miért nem csatlakoztok hozzám? Ez mi az itt? Oké.
sem nyílik ki, jó? Gondoltam, körbenézek. Pénz, pénz, pénz! Na gyerünk, gyerünk, csináljuk a feladatot, mert sose érünk oda. A hangok azok marha jók, megmondom nektek őszintén, azok a támadás hangok. A zene is jó, még jó, hogy lehalkítottam, mert így. Elég idegesítő lett volna. Nagy fók jön le. Van csak még. Na, azért csak fogyott a staminából. Bepókhálózott emberek, meg mi egymás? Oké. Okay. Egyet kellett gyógyítani. Ahogy átjöttek a kis. Szerintem arra a sárga felekkel haladjunk. Nagyon most nem is nézelődnék két. Azért felvesztük. Ami útba esik, azokat összekapkodom. Harvesting. Itt összeszedegetjük, mert fog kelleni. A szörny elmenekült, és csapdát hagyott itt, aha. Kövessem a nyomát, gondolom én. Majd követni fogjuk mindjárt. Szörny valamerre elment. Meg kéne találjuk Hervitnek a helyét. Locked. Should okay. Clear up when the storm is past. Igen, igen, elzárta, tudom. A vihar. Addig felderítjük a dolgokat itt gyorsan. Ott szerintem ott lesz. Aha, meg is van. Megvan a kabin, amit kerestünk. Gyorsan megyek egy kis kört, összeszedek mindent, és már is megyünk be. Csináljuk a küldit tovább. Elrejtve itt vannak a ház körül a dolgok. És nagyon sok tisztek van itt. Okay. Na nézzünk is be. Üdvözletem, megjöttem. Is anyone here? Nincs itt senki. Azt mondja, nincs itt senki. Anyone here? Okay. What are you hiding back here? Aha, ki mi bujkál itt hátul, kérem. Összeszedtem valamit. And easy kill. Aha. Bocsánat, mert most ezt így... Egy videó bejátszás. Valaki érkezik szerintem.
Aha. Na, jön valaki ott egy... Igen. A hátán a szarvassal. If you're going to trespass into my home, rifle through my things, then at least have the decency to join me for supper. I'm bloody hungry. Igen, elég éhes. Hát szerintem mindannyian megéheztünk ezek után. Na hát itt that's a sírós részt ezt el tudjuk lőni. El tudjuk lőni, jó? Azért megvártam. Jó. A 7-ből 6 feladat megvan. A válaszokra a kérdés... Most a kérdésre a válaszokat megkaptuk. Ah, bocsánat. És azt mondja, hogy Rite of Passage. Na, viszont elment a vihar. Amint láthatjátok. This evil is spreading. Okay. És így most egy kicsit megmutatja önön magát a játék. Nagyon csillog a... Okay, megy a hack and slash. Vissza tudunk menni a barlangba. Szépen haladunk előre fele. Az ott szépen elégett. I'm sure you've heard the Cathedral of Light babbling about their holy fire. Let's not linger. Kyovashad lies just ahead. Erre volt kíváncsi, mi ez a szobor. És innen is meg tudtam őket ölni, láttátok? Milyen fasza? Jó, messzire lér neki a... a cuccosa. Van valami. Oké, okay, valaki segítséget kér, hát akkor segítsünk neki. Ja. Előre még nem olyan. Okay, majd az arra.